Nincs nekem kivel beszélgetni, itt a tanyán. Csak a maga itt van. Itt vagyok, mesélj. Itt? Akármi. Ami eszembe. Menjük eszembe sem. Szakmári Zoltán és Szabó Rozália jelenetével kezdődik a Móricz Zsigmond Színház Uri Muri című előadása. Nagyidai Gergő főszereplő mellett Rozika szerepében Litauszki Lilla színésznőt láthatja a közönség, aki vendégművészként érkezett a Nyíregyházi Társulathoz. A mindössze 4 napot magába foglaló cselekmény 1896-ban játszódik. A darab főszereplője a mintagazdasággal kísérletező földbirtokos, akinek a házassága is romokban van. Szakmári Zoltán szorongatják a gondok, míg nem feladja a harcot és egy borgőzös Muri során megtalálja a végső megoldást. Az előadás rendezője Szőcs Artúr, aki a társulat nagy részét már ismerte, mivel több darabot állított korábban Nyíregyházán színpadra. Nehéz egyébként, amikor 20 férfival meg kell szülni egy nagy murit, egy úri murit, és amiben ittas férfiak vannak, táncoló férfiak vannak, éneklő férfiak, plusz a zenekar, fogyókellék, szóval volt itt bonyodalom, de úgy érzem, hogy most már kezd tisztulni. Ha felejtje meg ezt a légymadarat, hogy ezzel öftékben is tud csókolózni. Így kellene ezt csinálni az embernek is, nem lenne annyi fájdalom. Fájdalom, fel ne fájdalmaskodik ilyen miatt. Muritz regényéből Ari Nagy Barbara írta az adaptációt. Ezt a teljesen új példányt ilyen formában még nem játszották, kifejezetten a Nyíregyházi színpadra alkották. A darab főszerepében Nagyidai Gergőt láthatja a közönség, mint Szakmári Zoltán, Rédei Eszter szerepében pedig Kuti Patricia lép színpadra. A darab vendégszereplője többek között a Jászai díjas Mertz Tibor. A darabot Muritz Zsigmond születésének 140. évfordulójára állítják színpadra.